1991. júliusában, vagyis 25 évvel ezelőtt kezdődött meg a magyar hajó- és darugyár tiszafüredi gyáregységének felszámolása. Erre emlékezve egy baráti találkozót szervezett egy kis csoport, ebédre és egy kellemes beszélgetésre hívta a gyár egykori dolgozóit a Morotva kempingbe. Még az ebéd előtt beszélgetett munkatársunk az egyik szervezővel, Perce Miklóssal, Sárközi Imrével, a gyáregység egykori igazgatójával és Smoczer Jani bácsival. Úgy hallottuk, hogy ön a szervezője ennek a hajógyári találkozónak. Honnan jött az ötlet? Nem én vagyok a szervezője, az élet. Tehát ez egy nagyon jó kollektíva volt, legendás jó kollektíva volt a hajógyár, aki a városért élt, a városért dolgozott, és egy kollégámat eltemettük idén tavasszal, és akkor megbeszéltük, hogy találkozunk. Az apropó az, hogy 25 éve zárt be a hajógyár. Egy elég szomorú apropó, sajnos. Nem szomorú. Az a szomorú, hogy 1300 ember dolgozott akkor, viszont az a jó, hogy itt látatlanból, hívatlanul, mert nem reklámoztuk, a televízióban se volt, és jönnek az emberek. Boldog vagyok. Hogyan kellett mégis szerveznie, a helyszínt kitalálnia, az ebédet előkészíteni? Ezt lényegében Trázsi Józsefnek köszönhető, aki az első találkozót megszervezte, és itt volt a helyszín, mert a volt kollégánk üzemelteti a Morotvát, és akkor azt mondták, hogy ugyanitt találkozunk újra. Kerek évfordulón. A saját személyes emlékeit szeretném kérdezni. Ember az előbb mondta, hogy már nem keserűek ezek az emlékek. Mi az, amire jó szívvel és örömmel emlékszik vissza a mai napig? Gyerekkorom óta jó gyárba dolgoztam, kivéve egy évet, amikor ösztöndíjat kaptam az Aluvól, és le kellett töltenem az egy évet, hogy visszamehessek. De alig vártam, hogy a jó gyárba jöjjek. Sajnos, aki hívott, már nem él. Szepesi főmérnök úr, de aki itt van, mindenki barátom. Tehát nem zavarva vagyok, bocs. Azt mondja, hogy mindenki barát, és nagyon jó közösség volt. De azért a hétköznapokban csak volt összeütközés, csak összezördültek, ami a munka okozta feszültség is lehet. Bár zördülnénk még ma is. Tehát nem tudok más mondani. Bár zördülnénk ma is. Mert igény van arra, amit ott csináltunk, csak nagyon jó szakemberek voltak, hát nem tudok más mondani, bár még most is veszekednénk. Ki az az ön személyes ismerőse, közvetlen munkatársa, akit nagyon várt, hogy eljöjjön és meg is érkezett? Hát mindenki itt van, Molnár Jancsitól kezdve, Rofa Gabitól kezdve, Sárközi Imrétől kezdve, igaz, hogy ő később jött, vagy mondjuk az operatőr, ő is dolgozott ott, de hát ez hosszú, 1300 ember. Én szerintem mind az 1300-at ismerem. Kár, hogy nem jött el mind az 1300. 197-en meghaltak, ezt el kell mondani sajnos. Nagyon szomorú, meg fogunk emlékezni róla. Simuljanak el márvány arcokon.
mondhatjuk azt, hogy egy szomorú jubileumi évforduló ez az önök számára. Hogyan kikezdte a szervezés? Hát persze Miklós barátom volt, akinek a agyába fölvetődött ez a gondolat, hogy abból az alkalomból, hogy 25 évvel ezelőtt indult meg a felszámolás a hajógyárral szemben, és hát ezt időzelben ünnepeljük meg úgy, hogy összejövünk. Nem ezt ünnepeljük, azt fogjuk ünnepelni, hogy 25 év után újból együtt vagyunk, beszélgetünk, nosztalgiázunk, ez az ünnep nekünk. Mit gondol, mennyire pozitív ez a nosztalgia, vagy van-e még keserűség azokban, akik ide most eljön? Hát nézze, a közmondás azt mondja, hogy csak a szépre emlékezem. Hát mi is már az együtt töltött időkből csak a szépre emlékezünk, azt hiszem. Hát a probléma az, hogy ugye bezártuk ezt a gyárat, bezárták ezt a gyárat, és én 40 évvel ezelőtt léptem be ebbe a gyárba, és hát akkor nem gondoltam volna, hogy nyugdíjas koromban már csak messziről tudom megnézni. Akik most ide érkeznek és üdvözlik egymást, az ön számára mindenki ismerős? Vagy van esetleg olyan, hogy gondolkodni kell, hogy ki is? Hát sajnos már gondolkodni kell, mert mint ahogy nekem is kifehéredett a fejem, kihult a hajam, stb. Stb. Hát más fölött is eljárt az idő, és nem mindenkit ismertem meg, akik itt voltak, akikkel találkoztam idáig. Mi az az emlék, amit ön magával hoz? Hát van nagyon sok, vannak sztorik, ma is él bennem az az emlék, amikor Buenos Airesbe kicsomagolták a darukat, és megjelent a gémen egy ilyen felírás, hogy Jani, te hülye. Ez úgy keletkezett, hogy itt a fedőfestés előtt valaki krétával ráírta, a festő nem törölte le, és a hosszú hajóút alatt pedig a krétáról lejött a festék, és szépen virított. Az argentinok nem tudták, hogy az micsoda, az valami jelmondat, vagy jelszó, vagy... Hát ilyen emlékeim vannak természetesen, több is. Vezetőtársai itt maradtak, vagy szétszóródtak a nagyvilágban? Hát a fiatalabbak itt maradtak, hát az idősebbek már sajnos elmentek, majdnem, hogy én vagyok a felső vezetők közül a legidősebb, akik még itt vagyunk. Két éve ment el a tiszafüredi darugyár 75-76-77-ben volt igazgatója, a Fürdős József. Aztán hát a Mező Béla bácsi már korábban eltávozott, aztán akik esetleg ismerték, több mint 15 évig volt vezérigazgató, a Szép János tavaly távozott közülünk. Majd itt valószínű itt is elmondom a többieknek, hogy egy ember van még az időzelben öregek közül, akik még megvannak, és feltehető a jó egészségi állapotban. Ő a vállalatnak a műszaki vezérigazgató helyettese. Vele még minden új évre, karácsonyra küldünk egymásnak üdvözletet. Legutóbb akkor hallottam róla, amikor a karácsonyi újévi üdvözletet küldte nekem. Olyan 90 körül jár már, de ezek szerint olyan az egészségi állapota. Köszönöm szépen a nevében is. Ha megengedi, hogy elmondjam, amikor korábban egy évforduló alkalmában riportokat csináltam a egykori hajógyár dolgozóival, az maradt meg bennem, hogy ez egy olyan gárda volt, aki igazából a lehetetlent is képes volt megcsinálni. Mint mérnök ember, emlékszik ilyesmire, hogy kaptunk olyan feladatot, amihez esetleg eszköz sem volt, de a tudásunkkal mégis meg tudtuk csinálni? Természetesen volt ilyen. A például egyik, hogy minden évben egy darut teljesen össze kellett szerelni, ez volt az oroszokkal kötött szerződésben. De mi nem voltunk erre fölkészülve, a úgynevezett torony szerkezetet be kellett emelni a daruba, és az olyan 11-12 tonna.
mi azt az 5 tonnás daruval kellett, hogy beemeljük. Előtte 2 napig nem aludtam, és amikor emeltük be, a szerelőtéri művezetővel együtt így néztük, hogy a daru mikor billen meg a beemelés közben, mert a daru olyan erősek voltak ezek a daruk, hogy a 5 tonnás daru is bírta azt a 12 tonnát, csak fölbillent. Tehát a fölbillenés volt a veszély. Így néztük, kidüllett szemmel, hogy billen a már. Szerencsére nem billent fel. Ezeket a óriási darukat önök hogyan szállították, hogyan készítették elő? Tehát össze kellett szerelni, hogy működik-e, és utána szétszerelték kisebb-nagyobb darabot? Hát amit sorozatban gyártottunk, amit a volt Szovjetunióban gyártottuk, azt minden évben egyet szereltünk próbaként össze. A többit azt úgynevezett részleges szereléssel készítettük, ami azt jelentette, hogy ilyen csereszabatos egységekbe állítottuk össze, és amit összeszereltünk, és azt is utána szétszedtük, vagonba raktuk, és vagonba szállítottuk ki a tetthelyre, a szerelési helyre, és ott hát a szovjeteknél maguk a szovjetek szerelték össze. Előfordul még az, amit korábban mesélt nekem, hogy tévében még látok itt-ott innen származó darukat? Még a kínai darukat is láttam egyszer, Kínába szállítottunk darukat, még azokat is láttam egyszer, de nagyon sokszor mutogatnak Európában is, Görögországban, Líbiában nagyon sok ganzdarú volt, van. Hát ezek még úgy megdobogtatják, amikor meglátom őket. Befejezésül egy kis szomorú emlékét kérdezném. Ki zárta be magát az üzemet? Ki tette el a kulcsot? Hát tulajdonképpen a bezárás úgy történt, hogy én 91. február végéig voltam igazgató, utána még jött egy fiatalember, aki igazgató teendőket látott el, de akkor már a gyár úgy nem nagyon dolgozott, nem volt munka abszolút, és azt hiszem ő jelentette be ő jelentett csődöt, gyakorlatilag ez jelentette a gyár bezárást. Hát utána már a felszámolás következett. Jó mulatságot kívánok önöknek, kellemes köszönöm. Beszélgetést, érezzék jól. Köszönöm szépen, remélem úgy lesz. Forgácsoló műhelyben dolgoztam, nagyon jók voltak a kollégák, mindenki szeretett, úgyhogy, hogy mondjam, jól éreztem magam. Sose volt az, hogy jaj, nehezen telik el a munkaidő, örömmel mentem be, és hát
hogy mondjam, úgy megelégedetten távozott az ember a munkahely, vagy a munkaidő végig. Úgyhogy hát volt benne egy-két nap, ami nehezebb is volt, de hát az a munka folytán előfordul, hogy egyik nap könnyebb volt, a másik nap meg nehezebb volt. Hát úgy visszaemlékezve, hát már most lassan közel 29 éve vagyok nyugdíjban, úgyhogy én megpróbálom kihasználni a nyugdíjas éveket, csak sajnos ugye az embernek az élete, hogy előre halad, hát bizony nap mint nap az egészség az mindig fogy, de hát ez a biológiai rend. Mindenki azt mondja, aki itt van, hogy nagyon jó közösség volt. Hogyan alakult ez ki? Az egymásra utaltság hozta, vagy az, hogy a többség azért fiatal ember volt? Én 1956. júniusában kerültem a gépállomásra, akkor összesen 20 műhelymunkás volt, akik szakmunkások voltak, és valóban úgy van, hogy megbecsültük egymást, tanítottuk egymást, és ugye, ahogy teltek az évek, úgy elég emelkedett a fizetésünk, és akkor Pestről is, Miskolcról is, innen-onnan mindig jöttek új emberek, és mindegyiket befogadtuk, mert mindenki hozott valami új gyakorlatot, új technológiát, és valóban úgy volt, hogy meg is becsültük egymást, akkor rengeteg fiatal ember volt abban az időben, aki itt volt, nálunk tanulók voltak, iparkodtunk mindegyiket megtanítani, hogy elsajátítsa a szakmát, nem volt szakmai sovinizmus, nem féltettük egymástól a szakmát, és hát úgy alakult ki, hogy valóban úgy van, hogy mire én nyugdíjba mentem, akkor már ezren felül volt a létszám. Minden évben a darugyár, hogy átvett bennünket, azok ők külön csináltak egy tanműhelyt, amiben különféle szakmákat tanítottak, és mindenki iparkodott is megtanulni a szakmát, az oktatók ügyesek voltak, megtanították, és amikor kijöttek a gyárba dolgozni, mi is, hogy mondjam, nem konkurenciát láttunk az ifjú szakmunkásokban, hanem új szakmunkásokat, és iparkodtuk átadni a mi szakmai gyakorlatunkat, és gondolom, hogy azért alakult úgy ki ez a dolog, hogy megbecsültük egymást, nem volt irítség, és én az eszlegás műhelyben azért voltam szerencsés helyzetben, mert egyéni teljesítménybérben dolgoztak az emberek, és ott mindenkinek érdeke volt az, hogy minél többet teljesít, annál többet keres. És hogy mondjam, hát abszolút nem volt irítség. Néha előfordult, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy hát az a munkának a jobban normái, mint a másik, és amikor a másik mondta neki, hát akkor add át, akkor már nem akart átadni, mert úgy volt vele, hogy mégiscsak jó az neki az a munka. Hát körülbelül ezért így alakult ki ez a dolog. Jani bácsi, a kornak a technikai műszaki színvonalához képest milyen volt az itteni felszereltség és a gépek? Kérem szépen, 1970-től, mikor a darugyár átvett bennünket, 70 hogy kora tavasztól volt úgy, hogy olyan esztergadpadot hoztak, hogy a gyárban nem volt idő lefesteni, vagy nem száradt meg a festék, tehát mi tulajdonképpen majdnem 90%-ában vadonatúj gépeket kaptunk. Ugyan akkor később, mikor a budapesti darugyár forgácsoló műhelyét fejlesztették, akkor is kaptunk már olyan gépeket, amik 4-5 évesek voltak, de azok már sokkal fejlettebb technológiával voltak ellátva, mint a miénk, és azokat mi sokat lehordtunk, így a Tiszafüredét letelepítettük, és tehát az, hogy mondjam,
korszerűek voltak a gépek, nagyon sok új gép volt, nem beszélve arról, hogy a forgácsoló szelszámok, azok mind váltólapkával dolgoztunk itt a darugyárban, és hát nem volt gond, hogy hány mikrométert akar használni valaki, mert mindenkinek a raktárból olyan szelszámot mérő felszerelést tudott kivenni, amilyen éppen szüksége volt. Úgyhogy jó voltak a rajzok, meg a technológiai leírások is, meg hogy mondjam, mi, akik kezdetben hozzáfogtunk a darugyárnak a munkáit csinálni, megtanultuk, hogy megismertük azoknak a rajzoknak a ismereteit, és akkor hát átadtuk a fiatalabbaknak, és hát mindenki tudott rajzot olvasni, meg hát általában örültünk, ha valaki érettségizett, mert érettségizett szakmunkással sokkal könnyebb volt dolgozni, mert nagyobb volt a látóköre, és intelligensebb volt, úgyhogy nem volt ilyen szempontból gond. Hogyan tetszik visszaemlékezni az utolsó hónapokra, vagy arra, amikor megkapták a hírt, hogy be fogják zárni a gyárat, és szélnek keresztik a munkásokat? Én akkor már nem dolgoztam a gyárban, mert én 1987. december 10-én fejeztem be, és 88-ban akkor már bevezették a kereseti adót, vagy minden, és ugyan marasztalni akart engem a sárközi gyárigazgató, meg a Kökény Laci, de mondtam, hogy én elmegyek inkább nyugdíjba, és úgy gondoltam, hogy én a nyugdíj mellett mellékfoglalkozást fogok találni, hogy így jobban járok. Meg azért 40-50 embere volt az embernek, és hogy azok el legyenek látva munkával, szelszámmal, rajzon, anyaggal, minden azért csak fárasztó. És tulajdonképpen 44 év, 8 hónapot dolgoztam, mint aktív dolgozó, úgy gondoltam, hogy ez én nekem az aktív munkából körülbelül elég lesz. Úgy hallottam, hogy a családban nagyon sokan ott dolgoztak, tehát biztos hallotta azért, hogy hogyan történt ez a felszámolás, hogyan küldték el a munkásokat. Természetes. Úgy azt hiszem, a mi családunk volt a legnagyobb létszámú, mert dolgozott két lányom, a feleségem, akkor meg két vőm, tehát összesen hatan dolgoztunk a gyárban, és hát hogy mondjam, azt a gyár felszámolást az ember, pedig én már akkor kevésbé voltam érdekelt, de úgy eléggé tragikusnak vettem, és hát hogy mondjam, az látszik azóta is, hogy sajnos, hogy megszűnt a gyár, és abban az időben hát olyan sokan mentünk egy-egy műszakba, hogy szinte pezsgett az út az emberektől. Tehát az egy, én szerintem egy jó rész volt az életünkben, és meg jó volt ott dolgozni.